Üdvözlük kedves hallgatóinkat, ez itt a Régi Vitézeknek immár 35. adása. A stúdióban vannak Tavasz Ferenc. Sziasztok! Hézser Benedek. Sziasztok! És Abonyi Zsanett. Sziasztok! A mai témánk az nem más lesz, mint a hagyományőrző széna és a múzeumok kapcsolata. Múzeumok és régészet kapcsolata. Ezen belül ehhez kapcsolódnak meghívott vendégeink is. Hézser Benedek a Nordegárdnak a vezetője, aki jeleskedik abban, hogy ezt a két világot összekösse, mint legutóbb egy Aquincumban szervezett úgynevezett hagyományőrző workshopon is egy remek előadást tartott ebben a témában, amire külön ki fogunk térni. Valamint Abony Zsanett, aki az Aquincum Múzeumnak dolgozója, művelés szervezőként tevékenykedik ott, és bizony jelentős eredményeket ért el azzal, hogy ezt a két világot kicsit közel hozza egymással. És hogy miért régi vitézeknek? A Szent Háromságnak kinek imádkoznak Krisztus másod személye. Régi vitézeknek, roppant seregeknek, győzhetetlen Istene, de hozzád kiáltok, katonát vagyok, így kérlek vitézségre. Hát ezért. Vágjunk is bele, és hogyha már itt megemlítettük az intróban az Aquincumi Múzeumot, és az Aquincumi Múzeumban szervezett hagyományőrző workshopot, akkor meg is kérném Zsanettet, hogy mesélj el, mi volt ez a rendezvény, és hogyan jött a gondolat, hogy egy ilyen gyakorlatilag konferencia lett ebből, egy kétnapos konferencia, de hogy mi szülte ezt a gondolatot, hogy összehozzatok egy ilyet. Igen, hát az alapvető gondolat abból indult ki, hogy ugye minden évben tavasszal rendezzük meg a Floreliát, a római tavasz ünnepet, és akkor nagyon-nagyon sok hagyományőrző csapat szokta tiszteletét tenni nálunk, viszont így az a tapasztalat, hogy megvan a rendezvény, viszont utána a tapasztalatcsere az elmaradt. Tehát nincs lehetőség arra, hogy megbeszéljük, hogy mi volt a jó, mi az, amit változtatni kéne, ki mit szeretne a másiktól, és úgy egyáltalán igazából semmilyen kapcsolat nincs a rendezvényen kívül a hagyományőrzők meg a múzeum között. És ezen szeretünk volna változtatni, és igazából arra is gondoltunk, hogy igazából nem feltétlenül csak egy ilyen rendezvény kapcsán tudnánk együtt dolgozni, hanem úgy alapvetően is így nagyon sokat tudnánk egymás munkájában segíteni. Illetve az lenne a fő cél, hogy a múzeum az nyisson a közönség felé, hogy befogadóbb legyen, hogy ne azt gondolják az emberek, hogy itt speciál nálunk csak romok vannak, hanem hogy ez egy ilyen izgalmas közeg legyen, és ahhoz viszont nagyon nagy szükség van a hagyományőrző csapatokra, meg arra, hogy jó legyen a közös munka. És akkor ezért találtuk ki azt, hogy akkor legyen egy kezdésnek egy ilyen típusú workshop, vagy konferencia, és akkor mindenki mondja el, hogy amúgy ő miben látja mondjuk a problémákat, vagy miben látja azt, amit igazán meg kellene beszélni, hogy minden a helyére kerüljön. És akkor ez egy ilyen kérdésfelvetések miatt nagyon, nagyon jó volt, meg az, hogy így egyszerre legyünk ott egy helyen, és legyen idő arra, hogy beszélgessünk. És ennyi, és hát reméljük, hogy ennek majd ugye a jövőben lesz folytatása, vagy hát nem is csak reméljük, hanem így már vannak most más tervek, hogy ez egy ilyen jó kis indítója volt ennek az egésznek, viszont akkor a jövőben ilyen tematikus workshopokat fogunk rendezni, amin aztán mindenki ugyanúgy részt tud venni, és aztán majd ezt később a különböző rendezvényeken tudjuk kamatoztatni. Mi például, mint ugye Nordegár, mi ennek kifejezetten egyébként örültünk, mert tizenpár éve oda járunk, ilyen Floralia felépés szintjén, még előtte, mint Szaga, aztán utána, mióta Nordegárban, azóta mindig van Floralia. Viszont nekünk is az volt egyébként évek óta, hogy igazából ilyen ugyanazok voltak a rendezvények. Tehát, hogy tehát minden évben nagyjából ugyanaz volt a Floralia, tudtuk, hogy mire kell számítani, van két nap, lesz egy közepes méretű közönség, és akkor nagyjából meg volt egy adott forgatókönyv. Úgyhogy nekünk ez például tök jó volt. Egyrészt az, hogy idén egész más volt ez a rendezvény, már szerintem, de egyébként a csapatot is megkérdeztem, és nekik is jobban tetszett. Egy
pörgősebb, látványosabb, érdekesebb volt, és szerintem egyébként nézőszámban is nagyobb volt, tehát többen jöttek. Dupla annyian voltak. Nordegárról hányan voltatok egyébként ezen a rendezvényen? Ez jó kérdés, de szerintem ilyen 20 körül voltunk majdnem, tehát elég sokan voltunk. És az a jó ugye ebbe egyébként is, hogy ez a rendezvény, ez ugye egy budapesti rendezvény, és mi nekünk, mint budapesti csapatnak, ez tök jó, mert ilyenkor azok is eljönnek, akik egyébként egy távolabbi rendezvényre lehet, hogy nem, mert mit tudom én, család, vagy meló, vagy egyéb dolgok miatt. Tehát ide volt olyan tőlünk is, aki mondjuk leugrott egy 3 órára, és akkor mondjuk be tudott állni a csatába, meg egy kicsit ott részt tudott venni. Ugye nyilván mondjuk ezt egy szombathelyi rendezvény esetén nem tudod megtenni, és mi ezért is örültünk annak, hogy most újra volt, és hogy jó idő, egyrészt, hogy jó időpont volt nekünk, másrészt meg az, hogy ez most egy érdekesebb helyzet volt, talán a tábor is jobb volt, illetve a programok ott voltak, azok lényegesen szerintem érdekesebbek voltak a nézők számára is. És aztán, hogy utána tudtunk erről tényleg beszélgetni, mert nekünk évek óta az a bajunk, hogy igazából tök szívesen beszélgetnénk utána rendezvényszervezőkkel, meg így megbeszélnénk, hogy milyen volt a rendezvény, meg hogy mi az, amit javaslunk, de igazából ugye, amikor vége van a rendezvénynek, akkor marad egy ilyen, mit tudom én, negyed óra, fél óra, amíg még úgy kicsit eszmét cserélünk, aztán mindenki már rohan, meg hát nyilván azért azt mindenki tudja, aki hagyományőrző közegben mozog, hogy miután lebontod a tábort, még utána azt hazaviszed, elrakod, stb. Szóval biztos, hogy évfélre ott nem végzel. Nyilván ilyenkor mindenki rohan, és ezért volt jó egyébként szerintem az a mostani konferencia, és tényleg tudtunk beszélni, és én szerintem jók voltak egyébként az előadások is, érdekesek is voltak. Ami nekem egy kicsit annyira nem volt szerintem jó, az, hogy mondjuk a mi előadásunk 3 egymás után ez ugyanaz volt. Tehát ugye a Magyar Attiláé volt utána, utána pedig a Memnoné, és hogy nagyjából ugyanaz a témakör, és én egy kicsit még elgondolkoztam akkor, amikor már láttam, hogy basszus, hogy mindenki ugyanazt fogja mondani, hogy hát lehet, hogy most kéne valamit improvizálni, de aztán úgy voltam, hogy basszus, de nem lesz jó, mert már megírtam, megvan, és ez sokkal rosszabb, amikor valaki beimprózik valamit. De egyébként ugye a többi téma, mert azért itt nagyjából szerintem el lehet mondani majd a hallgatóknak, vagy elmondhatom a hallgatóknak, hogy azért itt 4-5 téma volt, amit ti megjelöltetek, amiből mi felkészülhettünk. Itt ugye a 3-an, sőt 4-en, mert aztán a Vegszabam János is nagyjából erről beszélt, bár az egy ilyen minden körülvevő dolog volt. De hogy erről a közönség és a hagyományőrzők kapcsolatáról, illetve a közönség irányításáról, stb. Erről a közönség kezeléséről, bocsánat, igen, ez volt a pontos meghatározás, erről beszélgettünk, vagy erről tartottunk előadást, de igazából ezen kívül megjelöltetek nekünk olyat is, hogy például a kórhű felszerelés elkészítésének nehézségei, forrásfeldolgozás, tehát hogy azért itt lettek volna, és akkor így utólag is sajnáltam, hogy aztán én nem valami mást választottam. De szerintem ez azért nem baj, mert ebből az látszik, mert hogy ilyen sok ember foglalkozott azzal, hogy a közönség kezelése, vagy milyen problémákat vet fel, hogy akkor ez egy ilyen kardinális kérdése, hogy a mennyőség. Ez most nagyon aktuális. Amihez szerintem így a múzeum is valamennyire így hozzá tud járulni. Meg ugye közös munkában ez nekünk is fontos, hogy akkor akik eljönnek hozzánk, akkor azok milyen tapasztalattal, meg élményekkel fognak majd távozni. És amúgy azért volt így, igazából én jobban szerettem volna tematizálni, csak közben így volt mindenféle kérés, hogy ki mikor ér rá, meg ki melyik nap tud részt venni, hogy van egy témakör, és akkor ott mindenki el tudja mondani, hogy ezt ő hogyan látja. És persze lesznek átfedések, viszont arra gondoltam, hogyha így az egyik délelőtt van, a másik meg délután, a harmadik meg a következő nap, akkor így elvesznek az információk. Viszont akkor ott így egyszerre így mindenki el tudtam mondani, hogy miben ért egyet a másikban. Nem igazad van, hogy ebből aztán lehet végül is egy elég érdekesebb vita. Mondjuk szerintem viszont egy kis túl sok előadás volt. Tehát az szerintem az mert mindenki szombaton akart előadni. Baj az, hogy tematikus blokkba volt szervezve, szerintem az sokkal jobb, mintha szét vannak szórva egy adott témának a dolgai. Viszont beszéljünk arról, hogy tényleg mik voltak, mik hangzottak el azok az előadáson. Benni, neked az előadásodnak mi is volt pontosan a címe? Hát az enyémnek, hogyha jól emlékszem, akkor az volt, hogy a gepidák Attila gyalogos hadserege, vagy trendi kerékpárok. Tehát ez egy nagyon jó cím. Ez egy nagyon jó clickbait cím, és te tök jól működött. Ahogy azt mondtam, hogy egy ilyen blik címket így megnézek, és figyelem felkeltő volt.
kapta az ember. Igen, meg gondoltam, hogy egyébként sok olyan lesz majd, hogy akkor tényleg ez a téma ugye, hogy a közönség kezelés, és akkor biztos lesz majd valami olyasmi cím, hogy a közönség kezelés a 21. században, vagy hogyan beszéljünk az emberekkel, vagy bármi ilyesmi. És gondoltam, hogy én írok valami iszonyat nagy marhaságot, és akkor ez majd vicces lesz. De a lényeg ebben az volt, ugye, amit ott is elmondtam, hogy én ezt egyébként szoktam rendezvényen is mondani. Tehát ugye az a nehéz nekünk például ebbe a gepidás korszakba, hogy míg mondjuk egy viking korszakot ugye el tudnak képzelni az emberek, most nagyon túl van hype-olva, mindenki ezt tudja, hogy mi az a viking, meg egyébként is tülkösisak minden, vagy ha nem, akkor valami jó kis fűrészgép, vagy egyéb ilyen, tehát mindenkinek van valami fogalma erről. Addig mondjuk azt mondod valakinek, hogy gepidák, akkor így azt mondja, hogy egészségedre, vagy nem tudom, tehát hogy fogalma nincs arról, hogy miről beszélsz. Viszont ugye valahogy muszáj közel hozni a közönséget, és én például a Táci Florálián, a Gorziumban ott mondtam ezt így először, így gondoltam, hogy vicces lesz, mert már nem tudunk mit kitalálni, mert igazából nagyon kevesen voltunk, viszont elég nagy közönség volt, és akkor mindenki nézte, hogy na, itt vannak a római, a germánok, kik vagytok ti? És akkor mondtam, hogy na hát, tudják, hogy kik voltak azok a gepidák, és akkor tud ilyen mély kussolást ad, ami egyébként mindig szokott lenni. És akkor bedobtam ezt, hogy na, és akkor bicikli márka megvan-e, és akkor mindig, ja, tényleg, ez jó, ez már nagyjából megvan, és akkor legalább a közönségnek egy része tudta azt, hogy akkor most így hol vagyunk, és akkor onnan már közelebb, könnyebb őket közelebb hozni, mint hogyha egyből így beledobod őket, hogy akkor ez egy Attilának a gyalogos egysége. Mert egy része megjegyzi, a másik meg nem. És lehet, hogy azok, akik mondjuk nem annyira érdeklődnek, nem annyira történelmi irányultságúak, de apa-anya elrángatta őket, vagy muszáj volt eljönni, vagy csak úgy nem tudják, hogy mi az egész, annak lehet, hogy a bicikli az közelebb áll, mint a gyalogos hadsereg. Igen, azért a nézők között kevés az olyan ember, aki ezekre a töményszáraz információkra vágyik, tehát mindig sok jól meg tudod fogni ezt. Ez így van, és mindig ez a legnehezebb része szerintem, és a múzeumoknak is igazából ez a legnehezebb része, hogy azt a tömény és sűrű tudást, amit egyébként ők képviselnek, és ami miatt végül is megéri oda járni, mert ugye az, amit ők szeretnének valahogy átadni, hogy ezt milyen formában adják át az emberek, hiszen ez jó ez a fúzió így a hagyományőrzők és a múzeumok között, mert akkor tényleg az, amit én az effektíve tudás, amit át akarok adni, amit mondjuk nem biztos, hogy ki tudsz olvasni a középiskolás történelemkönyvedből, azt nekem úgy kell átadnom, hogy ez téged érdekeljen és be is fogadja. És rengeteg olyan, de szerintem ti is rengeteg olyan fellépésem voltok, már tudom, meg úgy látjátok, meg úgy láttatok olyat, amikor itt előbb megpróbálja, vagy te megpróbálod a közönséget felvenni a kontakt, és látod, hogy baromira nem érdekli őket, vagy pedig az, hogy más csapatot látsz, hogy így kínlódik. Én például a Brigéciennel láttam ezt többször, és komolyan Florálián is volt egyébként itt Alkünkumban, és az egyik ilyen eseménye akkor ébredt fel a közönség, amikor a Centuriót megrázta a mikrofon, mert ugye egyébként kontaktos volt, és akkor így ilyen, és a római hadsereg, basz meg ez rázna, és akkor erre felébredtek, mert ez úgy vicces volt, egy kis geg az jó volt, de amúgy meg végig mindenki, mi van, miről beszélsz, milyen Gladius fia van, szóval ez tök nehéz szerintem, és ez ugyanezek a problémák, azt hiszem, hogy múzeum is szembesül, csak egy másik fronton. Igen, de amúgy pont a Brigécióval kapcsolatban volt a Florálián, csak a nagyon kevesen voltak ott a többi hagyományőrző csapatból, mert hogy ez nem volt meghirdetve, úgyhogy senki nem tudta, hogy ez történni fog, viszont ezért nagyon jól is sikerült, hogy meg volt hirdetve egy tárlatvezetés a római táborban, és miközben ott mutogatták a tárgyakat, meg jött egy régész, aki ott nagyon szakszerűen elmondott mindent, a Jaurinum, mint kvád csapat felállt a háttérben, és így elkezdtek a falak mögött bújkálni, hogy akkor hamarosan így rátörnek a rómaiakra, és hogy voltak gyerekek, akik észrevették, hogy itt vannak a barbárok, és akkor ott így sugdolóztak, hogy anya, szerintem itt valami történni fog, ne menjünk el. És hogy így már az anyuka így menni akart, meg így rángatta volna el a gyerekeket, és így marasztalták, és maradjunk, és a végén ezért így végighallgatták a tárlatvezetést, ami amúgy szintén ilyen lazább dolog volt, szóval nem annyira ilyen száraz tények, hanem ő is, és az a régész is így próbált ilyen érdekességeket mondani, és akkor így közben a Brigéció tagjai szépen így felvették a cuccaikat, így beöltöztek, hát nyilván ők tudták, hogy előbb-utóbb meg fogják őket támadni, és amikor mindenki kész volt, akkor így volt egy ilyen láthatatlan jel, és akkor egyszer csak így a kvádok így kiugrottak a falak mögül, és így elkezdtek üvöltve rohanni így a közönség felé, és hogy ez annyira jól sikerült, hogy így nem volt beharangolva, meg azt, hogy így
vagy aki figyelmes volt, az így észrevehette azt, hogy itt még lesz valami plusz dolog, és hogy így én nagyon szeretnék ilyeneket is csinálni. Meglepetés eleje. Meg ugye itt van a kutya elásva, hogy tehát a közönség, aki kijönj egy rendezvényre, mondjuk egy fárasztó munkahét után, ő nem feltétlenül tanulni akar, ő nem informálódni akar, ő elsősorban szórakozni akar, jól akarja magát érezni, és azt szeretné, hogy a családja, akit ő kicipált magával, az is jól érezze magát. Na jó, de közben amúgy tanulhat, úgyhogy észre pontosan, nem veszik. Pontosan, pontosan. Viszont azért... mi általában elszoktunk nagyon csúszni afelé, hogy szeretnénk információt, tudást átadni. Nekik ez tényleg sokatlagos. Sokkal sokatlagosabb, mint mondjuk nekünk. És ezért jók ezek a kezdeményezések, például a Florália kapcsán is, hogy belevittétek ezt a fajta játékosságot, meg ezt a fajta aktív történetmesélést. Egy kicsit elmentetek az élő interpretáció felé ezzel a dologgal. Sokkal befogadhatóbb, sokkal szórakoztatóbb és sokkal szerencsésebb szerintem a közönség szempontjából ez a dolog. Mindenképpen, hát azt szerintem tök egyértelmű egyébként, hogy amiket a legjobban élveznek, azok egyértelműen azok, amik az ilyen színészi, félszínészi előadások. Tehát ugye azért azt el lehet mondani, hogy bármennyire is azért mondjuk, nem tudom, most így van, de régebben nyilván azért volt némi ilyen vicces kedvenézés, meg ilyen szájhúzás arra, hogy például Mára Temporis csinál ilyen effektíve színészműsorokat. És akkor mindenki így jött, hogy hát igen, de a cuccuk nem annyira izé, meg nem annyira jó, meg így. De az, amikor ott a Károly marháskodik a gyerekeknek, akkor azt végignézik. Mert az érdekes, mert az könnyed. És igazából itt van nagyjából az egésznek a lényege, hogy baromi nehéz bevonzani egy olyan közösséget, aki alapvetően mondjuk, és lehet, hogy most egy kicsit így gonosz vagyok, de mondjuk a való világon szocializálódik. Tehát az tök nehezen vonzott be, vagy a mit tudom én a... Tehát, hogy ugyanazt várja el attól, amikor oda megy, mint például, amikor tévét néz. Egy gyors, könnyed információt, és azt nem, és ugye nem a izét kapcsolgatja, nyilván nem az M1-nek a legdurvább tudós műsorait nézegeti, vagy nem 0-24-ben a Discovery Channel-nek a fizikai műsorait kapcsolgatja, hogy mennyire jól, hanem nyilván a legkönnyedebb műsorokat, és ezt így tök nehéz egyébként innen, ebből a szituációból felhozni oda, hogy gyere, mondok neked valami érdekeset. Mert alapvetően nem igazán fogadja be, szerintem. És én egyébként e részben ezért is választottam ezt, hogy így akkor egy kicsit elemezzük ezt az XYZ generációt, amire a gondolkodók, tudósok, okosabb emberek egy része azt mondja, hogy tök hülyeség, a másik fel, hogy szociológusok egy része azt mondja, hogy tök hülyeség, a másik része meg azt mondja, hogy nem, ez így van, és ez alapján kell menni, és igen, ez lesz a jövő. Én akkor csináltam is egyébként a unokatestvéreimmel, akik már Z-generációsak, ilyen kis kutatást így kérdezgettem, hogy így múzeumokban így mondjuk mit olvas el, meg mit néz meg ilyesmi, és hát az egyik azt mondta, hogy körülbelül a címet, tehát így ennyit olvas el mindennél. A másik azt mondta, hogy hát ilyen 5-6 ilyen táblát elolvas, utána már kezd fáradni, és akkor már így nem nagyon. És nagyjából mindannyian azt mondták, hogy mind a kettő azt mondta, jó, hát ez nem egy reprezentatív kutatást, azért lássuk be. De azért alapvetően ők szeretnek mondjuk múzeumban járni, és ők azt mondták, hogy az a bajuk, hogy minden tök sötétben van, nem igazán látják a tárgyakat, nem tudják kézbe fogni, és igazából így a harmadik, negyedik tárgy után így lefáradnak, hogy így most így nem tudnak vele mit kezdeni, meg így magukkal sem, és hogy tök jó lenne nekik valamilyen, ami így viszi őket ezen az egész koncepció. És erre például tök jó ez. De egyébként nálatok azt hiszem, például Dani csinál is olyat, hogy így viszi a gyerekeket körbe, és legalábbis régebben csinált ilyet, hogy ő be is öltözött, és akkor úgy vitte a gyerekeket körbe. Hát vannak külön foglalkozások, és akkor van, aminél beöltözik, igen. Tehát az sokkal érdekes, és sokkal informatívabb. És ezért jó, ezért működik az, hogy a hagyományőrzőket is megnézik, mert azért szerintem, akik így itt ülünk... És egy kézzelfogható dolog. Persze, meg akik így itt ülünk, az mind elmondhatjuk, hogy van egy olyan táborképünk, aminél így megáll az ember, és akkor azt mondjuk, hogy hát mit lehetnek itt. És egyébként mi ezért csináltuk azt, hogy beletettünk olyan elemeket, amik amúgy baromira nem autentikusak, például egy fegyverállvány, vagy bármi ilyesmi, amúgy egy marhára nem. Sőt, ugye volt egyébként egy ilyen téma is, hogy a táborkép, korvi táborkép, és azt mondtam, hogy itt az egésznek a az van a kutyárás, hogy itt soha nem lesz korvű táborképünk, mert ugye abban nem lehet el asztalokkal, meg ágyjal, meg nem tudom mivel, mert biztos, hogy nem vitték, mert tök felesleges, de hogyha lerakok oda három sátrat, az nem biztos, hogy annyira érdekli a nézőket, mint hogyha
látják, hogy a, mit tudom én, az Orsi várja a répát az asztalnál, mert az meg zseniális. Ezek ilyen kötelező rosszak. Egyébként már magának a múzeumnak is a térberendezése, meg felépítése is nagyon-nagyon sokat számít befogadhatóság szempontjából, főleg egy fiatalnak, hogy mi befogadhatóbb. Mi most voltunk ugye nyáron Dániában, és ott megnéztük a Mosgaard-i múzeumot, Mosgaard múzeum több tárlatát, és mondjuk az állandó tárlat, ami a vikinges tárlat, az úgy nézett ki, hogy te bementél oda, és volt azt hiszem 5-6 tárgy, mindegyiket így levehetted, volt mit tudom, egy kis kard, ő volt Harald Hadradáé, volt egy fésű, egy női, és több, ezeket levehetted, mondjuk mindegyikből volt 2, az egyik volt az angol nyelvű, másik a dán nyelvű. És hogy te mentél végig a tárlaton, voltak interaktív pontok, ahol hozzáérinthetted ezt a tárgyat, és akkor beindult ott egy animáció, beindult egy történetmesélés, ami azzal ott karakterhez kapcsolódott. Mm. És magának az egész múzeumnak is a felépítés olyan volt, hogy interaktív, bejárható. Volt egy kút, fölé álltál, és amikor belenéztél, akkor beindult egy monitor lent, ami olyan volt, mintha te a kút vizébe látnád a történéseket. És akkor elmesélte, hogy a pogány szokások hogyan éltek tovább a kereszténységben, hogyan dobáltak dolgokat a kútba, hogyan maradtak ezek mondjuk áldozó helyek, és aztán hogyan tűntek el. És annyira jók voltak ezek. Mert ugye rengeteg panoptikális elem volt benne, rengeteg interaktív elem, megállhattál egy monitor előtt, ahol egy szakember másfél percen beszélt egy adott témáról. És volt feliratozva, vagy nem, ahogy neked igényel volt rá. És tényleg nagyon jó volt. Emellett volt persze rengeteg klasszikus lelet is, tehát nagyon szépen berendezve, nagyon szépen megcsinálva. Meg olyan tényleg olyan interaktív termek, például egyébként nagyon keresztény állások voltak. De valamiért a kereszténységet azt ott állami szinten nem annyira tolerálták, legalábbis a múzeumban. És volt egy terem, ahol a kereszténységnek ez a fajta túlvilágképe jelent, hogy a pokolba, hogyha lekerülsz, akkor hogyan lesz. És láncok lógtak le a falon, az választott el a termet, és hogy mentél be, mindenféle sikolyok, mindenféle lányjelek csaptak ki, és akkor így végig tudta kezdet a láncokon húzni. Tényleg ilyen apokaliptikus élménye volt, amikor abban a teremben benne volt az embernek. Én és akkor úgy el tudtad képzelni, hogy tényleg egy ilyen középkori ember mi járhat a fejében, amikor meséltek a pokorról neki. És ezek impressziók, ezek élmények, persze, amiket adott maga a múzeum, és nem elsősorban tudást. Tehát az élményeken keresztül kaptad meg a tudást utána. Persze, ugye az egész múzeum olyan volt, hogy csak volt egy ilyen rusz vezérés is kiállítva, ami Harald Hadradának lehetett volna sisakja. Na, azt utána mondta a kolléga... De Jani ezt idézőjelbe tette, csak ez ugye nem látszik majd a hangfelvételen, de... Mondta a kolléga, aki ott nekünk is guide-unk volt, hogy milyen összegért készült ez a sisak. Ez a Csernyigovi volt a fekete sémú. Igen. Na, idehaza, hát lehet, hogy... Jó, és egy egész komplet kiállításon is ennyi keresztben mennyiből, csak ott egy tárgy készült. De... Szerintem a Torkil csinált egyébként. Igen. Igen, ja, hát akkor az elég kemény csisak volt. Hát az igen, tehát akinek Torkil neve nem mondja semmit, arról azt érdemes tudni, hogy én egyszer láttam, hogy a Facebookra kitett egy elkészült full egyszerű normál csisakot, jó, hát egy vasból kovácsolta nyilván, hát úgy a menő, és volt a láncfátyol, és akkor kirakta, hogy leakciózva 250 000 forintért, és negyed órán belül nem volt meg a sisak. Negyed órán belül le kellett. Tehát egy négy óra belül kép egy szold. És az egy elég kemény. És egy olyan sisak, amit mondjuk oké, hogy egy vasból készült, de amúgy senki nem... Más tized annyira megcsinálja egyébként. Igen. Hát én 20 000 forintért vettem darabig. Hát erről van szó, és akkor tehát, hogy ez a Torkil, ez egy ilyen kategóriájú ember, meg hát ugye Wolf Holdenesnek ő csinálja. Igen, csinálja sok olyan sisakot. Tehát tényleg nagyon szép munkája vannak. De egyébként visszatérve ugye az múzeum élményekhez, meg ugye a kiállítás rendezéshez, ez például Zsanettól szeretném kérdezni, hogy,
hogy nálatok ezt így kidönti el, hogy például hogy legyen berendezve egy kiállítás, hogy mi kerüljön oda, ti döntitek-e? Vagy van erre valaki, aki dizájnnal foglalkozik, és hogy működik? Most én tényleg nem tudom. Van egy kiállítás rendező, aha. De hogy... De ő egy múzeológus, vagy ő pedig egy dizájnember? Egy... Inkább dizájn, de hogy az a jó ebben a múzeumban, hogy mindenki tud együtt dolgozni, hogy amikor például van egy kiállítás, akkor például most legutóbb, vagyis kettővel ezelőtt nyílt, és még mindig lehet látni, ennek olyan volt a tablószöveg, hogy ilyen nagyon-nagyon hosszú volt, tehát valami 40 oldal volt csak a tablószöveg, és hogy ezt úgy éreztük, hogy ez így nagyon sok lesz. Viszont nagyon szórakoztatóan volt megírva. És akkor ezért azt találtuk ki, és hogy ez így végül is ilyen közös gondolkodásnak az eredménye lett, hogy jó, pont azért, mert hogy nagyon sokfajta ember jön múzeumba, és valaki például a gyerekcsoportok, akiket elrángatnak, nem biztos, hogy nagyon szeretnének itt lenni, de végig fognak menni a tárlaton, akkor nekik legyen a fő cím nagyban vicces szöveggel kiírva. Mert ezt el fogják olvasni, és akkor nagyjából tudni fogják, hogy ez a kiállítás arról szól, hogy mi történt a Kárpát-medencében, amikor valami híres esemény, vagy fontos esemény történt Rómában. Uh-huh. És akkor ebből ők nagyjából elvannak, meg megnézik a rajzokat, amik szintén így a kurátor csinálta, és azok is ilyen nagyon vicces, ilyen képregényszerűen, ilyen szövegbuborékkal meg vannak rajzolva, és az is amúgy bőven elég ahhoz, hogy lehessen érteni. Ha valakinek mondjuk kicsit több ideje van, akkor az egyel nagyobb betű, vagy kisebb betűvel ugyan, de meg picit több szöveg, az is ott van, de még akkor sem kell nagyon sok időt eltölteni, az akkor is viszonylag gyorsan végig lehet tenni, és hogyha valaki pedig nagyon érdeklődő, rengeteg ideje van, és tényleg így tetszik neki ez az egész, akkor még ő elolvashatja igen minden 40 oldalnyi tablószöveget, de hogy úgy van elrendezve, hogy azért így ne omoljen rád az, hogy úristen, itt mennyi szöveg van, mert akkor azonnal ki fognak fordulni így a bejárattól, hanem így nagy hangsúly van a képeken, meg az, hogy színes legyen, meg akkor, hogy a szövegek ne úgy legyenek, hogy ilyen sematikusan és ilyen nagyon unalmasan, hanem ahhoz, hogy el akard olvasni a még több szöveget, akkor ki kell nyitni egy ajtót, el kell forgatni, be kell nézni a függöny mögé. És akkor ilyen egy kicsit interaktív, meg hogy nem annyira unalmas. Meg tényleg a színekkel, meg ezzel a játékossággal is sokat lehet rajta nyerni. Úgyhogy így nem egy ember találja ki, hanem van egy téma, és ez amúgy a workshopon is elhangzott, hogy a témákat is úgy választjuk ki, hogy valami olyan téma, ami könnyen befogadható, hogy igen, gasztronómia, persze. Meg vásárlás az ókorban, vagy mit tudom én, fürdőkultúra az ókorban, és akkor kicsit így könnyedebben közelítsük meg, és akkor a kiállításnak a berendezése is olyan legyen, hogy azért úgy sok mindent megtudjál belőle, de igazából tényleg inkább élmény alapú legyen az információ átadás, és ne olyan erőltetett. Egyébként ez tök vicces, de például nálunk, vagy én pont ugyanez ilyen miatt találtam ki ezt a... Nálunk van ugye kinén információs táblázatával, gepidákról és longobárdokról. Egyrészt én ezt ugye már a Bánsági Mátéknál láttam már régebben, amikor én még náluk voltam, hogy ők ezt a 15. századra csináltak rengeteg ilyen táblát, és tök érdekes, mindig kirakják azt, ami éppen aktuális, fegyverek, vagy bármi ismi. És pont ez volt nekem is az elgondolásom, hogy ugye nézzük egy része oda jön, megnézi, jó, csúnya harcosok, érdekes, jó. Másik oda megy, nézd, mert van kard is, fölveszem azt is. És akkor ugye van a harmadik kategória, aki meg oda jön, és tényleg olyanokat kérdez, hogy lehidalsz, de annak meg ott van a tábla, és előtte el is olvassa egyébként tényleg, és abból tesz fel a kérdés, és megnézéssel, és végigolvassa. Ez egy töredéke, de tényleg ez van, hogy így egyszerűen több rétegnek kell megfelelni. Még az jutott eszembe, csak azért kapcsán itt a kút, amit mondtál, ugye, hogy így belenézte, és akkor ugye megjelent a kijelzőn valami, hogy ugye ennél ugye azért Magyarországon sokszor elhangzik, amikor bármilyen muzeológussal beszélek, vagy muzeumossal, hogy jó, de ez pénz, ez rengeteg pénz, és ez teljesen igen, van egyébként. Igen. Viszont annyit azért hozzátennék, hogy azért nem mindegy, hogy ezek hogyan működnek, hogyan vannak odatéve, és hogyan van az egész kitalálva. Itt most igazából nekem, amikor ezt mondtuk, az jutott eszembe, amit egyébként mindenkinek ajánlok, hogy menjen oda, most ugye hosszú hétvégén Pécset voltunk, és van ott a bazilika alatt egy ókeresztény temető, ami egy római kori temető. Zseniálisan jó. Eszmetlenül érdekesen meg lehet nézni a sírokat, alulról, fölülről, jobbról, balról. Tényleg nagyon meg van csinálva. De már ott is ez a technika, ami egyébként tök jó ki van találva, és tök érdekes, tök jól elmondják a monitorok. Igazából
én itt azt hiszem, hogy az üzemeltetés egyszerűen az nem működik. Tehát, hogy így az, hogy egy monitorom, vagy egy tévé, ami tényleg nagyon nagy, és tényleg érdekes lenne, ami rajta van, és akkor azt írja ki, hogy kérem indítson újra, és senki nem indítja újra egész nap, mert biztos vagyok, hanem a nap végén oda megy esetleg valaki, vagy a biztonsági őr szól, ha olyan nyom, vagy nem tudom. De én ezt egy csomó helyen éreztem, hogy megvan a kezdeményezés, legyen itt, ott egyébként pont a nemzeti bajnok volt, a zavaros kiállításon. Második nap nem működött. Pedig itt tök semmi nem működött másoknak. Konkrétan semmi nem működött. Ezt nem akartam mondani. Bementél, és az egyébként én abban botrányt akartam csinálni. De az tényleg, az nagyon gagyi volt a kiállítás. De megvolt már az igény, és megvolt már valószínűleg a tőke is, hogy akkor csinálunk egy ilyet. És ott volt kinn a tévén, ott volt kinn a tableten, ott volt kinn a kijelzőn, a kivetítőn, de nem bírod használni, és nem bírod megnézni, és könyörgöm, ha már kiteszünk egy ilyet, én tudom, hogy ez nem feladat, hogy semmilyen múzeológusnak, meg semmi, meg nem is kell, hogy hozzáértsen. De akkor legalább legyen hozzá valami IT-srác, akit ilyenkor segbe lehet rúgni, hogy menjél már ki Józsika, aztán állítsd már be a gépet, de tényleg, ha már kifizettük rá az X-millió forintot. Tehát egy csomószor ezt érzem Magyarországon, ami külföldön viszont megoldják, mert ott gondolom, meg van egy Józsika, aki meg kimegy és megcsinálja, mert gondolom meg van fizetve, és nem pedig az, hogy amúgy csináld meg. De hogy ez ilyenkor nekem mindig egy ilyen kis könycsepp így legördül az arcom, hogy de miért, ne csináltok gyerekek, hát most tök jól meg lenne csinálva, és akkor ilyen részletekben így elveszünk, hogy így. És akkor persze mi marad meg a gyerekeknek, nézd már, nem jó a gép. Hát, hogy így, és ez tök szomorú, amikor így ilyenkor. Hát igen, ez egy alapvető probléma. És az olyan sok helyen így van. Hát így ez üzemeltetés, az Magyarországon van. Ez még így nem. Tehát itt még a cybervilág az messze van egy kicsit, úgy érzem, pedig amúgy meg nem. De hogy amikor mondjuk rendezvény van, és akkor, amikor az, ott mondják valamire, hogy hát ez nem lehet, mert hogy ez túl sok pénzbe kerül, hogy ott viszont ez nem érvényes, mert hogy csomó jó dolgot lehet csinálni ötleteléssel, meg összefogással, ami igazából nem kerül több pénzbe, csak így igen, kell bele munkát rakni, mert ki kell találni, meg kell csinálni, de hogy igazából nem kell hozzá új, nem tudom, képernyőt venni, meg programot fejleszteni, hanem csak így az a lényeg, hogy akkor ott legyen X ember, aki csinálja meg jól. Igen, ott sokkal többet lehet nyerni egy ilyen jól kitalált programon, ami végül is így költséghatékonyan így meg tud valósulni. Egyébként a hagyományozó workshop Aquincumban című történetben nekem nagyon-nagyon tetszett, és pont egy ilyen null budgetes programpont volt. Az például az esti tűz körüli mese est a római átkokról. Ahol nem ismertem az urat, gondolom a múzeumnak egy munkatársa. Igen. Neki volt egy kiállítás az ókori mágiáról. Ez is ilyen könnyen befogadható, de érdekes tényleg. Kicsit, csak hogyha valakit érdekel. Lassányi Gábor, ő kijött és mesélt nekünk rómaiákokról, hogy hogyan működtek, mondok példákat, és ez tényleg egy ilyen könnyedebb, játékosabb a tűz körül mesél az öreg Pátos című dologba vegyített el, és szerintem zseniális. Nem voltunk sokan, de jó volt a befogadó képesség. Abszolút. De körülbelül 10 lettünk a tűz körül, vagy valami ilyesmi. Hát igen, levezető része volt. És amúgy még a workshoppal kapcsolatban, ugye ott még az is volt az egyik cél, amikor ezt kitaláltuk, hogy ugye ismerjük meg egymást, és hogy igazából a múzeum régészei, még hogyha részt is vesznek egy rendezvényen, de senki nem tudja, hogy ők látogatók-e vagy régészek, mert hogy ott dolgozók. Viszont most eljöttek ők is, előadtak, és akkor így meg lehetett tudni, hogy kinek mi a területe, illetve egy arról is biztosította ugye a múzeum a hagyományőrzéket, hogy igen, hogy amúgy ez egy olyan tér, ahova így nyugodtan lehet jönni, mert hogy itt vannak a szakemberek, és őket amúgy lehet kérdezni, hogyha úgy van. Na, ez például tök jó volt. Tehát ez nekünk abszolút nem volt meg, hogy így be lehet menni, és így lehet velük egyeztetni, és ez nagyon jó volt ennek, hogy ők mondták, hogy nyugodtan gyertek, mert van kérdés, akkor segítünk, mert nekünk csomószor pont ezt mondtam az elején, amikor beszélgetünk meg adás előtt, hogy pont ez kell, hogy legyen meg az, hogy akkor mondja azt, hogy figyelj, hát ezt most nem jó gondolod, mert ez a tárgy, ez nem így készült ám, hanem amúgy. És amúgy ebből nagyon sok félértésünk van szerintem. Tehát ez nap mint nap ezen mennek a viták egyébként, itt Facebookon is, itt a akármilyen fórumokon, hogy most az a sisak az nem így, hanem amúgy, és igazából nem jövünk rá, mert nyilván nem fogjuk, egyikünk se fogja kézbe, csak abból
tájékozódunk, amit mondjuk látunk egy képen, és az azért egész más. És nyilván, hogyha egy szakember nézi, akinek mondjuk tényleg ez a szakmája, és mondjuk utána is... Van a fordított eset is, amikor a hagyományi az tud a régi szakmához hozzátenni egyet, hogy... Így van. Hát mert gyakorlatban viszont ő használja. És hogy ez... Ezért szerintem a hagyományőrzőknek az egyik ilyen fő jótékony hatása a múzeumokra, hogy azokat a dolgokat, amik ott ki vannak állítva, úgymond meg tudják cáfolni, hogy ez oké, hogy így van kiállítva 20 éve, csak még már leteszteltük, és ez így nem működik. Ja, igazából én úgy látom, hogy a utóbbi 1-2-3 évben ez így egész jól elindult ez a kezdeményezés a múzeumok és a hagyományőrzők között. Tehát hogy ez több helyen is voltunk már, akik így nagyon belásúban volt a témában, így a régészekkel is, vagy múzeumi dolgozókkal is tök jól működtünk együtt. Uh-huh. És így mind a kettő irányba szerintem nyitottak az emberek, vagyis hogy azok az emberek, akikkel eddig én találkoztam, és hogy pozitív élményei vannak ezzel kapcsolatban. Igen, meg ezt ugye említettük már, de szerintem mondjuk el megint, hogy és ezt pont Kenézár mondta, amikor belecsináltuk a műsort, hogy tehát a múzeumba be lehet menni, és ott lehet neked is kutatni, kikérheted a tárgyakat. Tehát elvileg ez a múzeumnak egyfajta szolgáltatása is az, hogy oda kutatási engedéllyel be tudsz menni és kutatni. De honnan szerzel kutatási engedélyt? Nem tudod, le kell tölteni. Ennyi? Ja. Meg írom csáim, vagyok izé... Na, hát ez van. Dézser Benedek, tökre szeretnék kutatni. Igen. Nagyjából igen. Mert igazából... Én még azért is elvesztem, amikor anno ezeket a gepidás könyveket ugye nem lehet sehol sem megvenni, tehát innen kezdődik, hogy megvenni nem tudod, akkor éppen nem lehetett, most újra meg lehet egyébként. Megvenni nem tudod, letölteni nem tudod sehonnan, megnézni csak szigorúan a könyvtárban, és akkor én bementem és kifotózgattam ezeket egyesre, mert azt lehet egyébként. Nyilván nem sokszorosítom meg semmi ilyesmit, tehát igazából jogsértés nem követek el. És az volt az érdekes, hogy én pont a Nemzetinek múzeumban mentem, vagy a könyvtárában mentem be, mert az nagyon jó a Nemzetinek a könyvtára. De hát úgy gondolt félre azt vettem észre, hogy hát ez a könyv ez nincs benne. Most sincs. Az sincs. Hát igen, ezek átkerültek a régészeti könyvtárba, és mondom, hogy ellenbe kerülni, ja? Sehogy. Csak ha régész vagy. Tehát, hogy ez ilyen, ez egy kicsit olyan, hogy így... Igen. Én bevallom őszintén, lehet, hogy én ez a béna vagyok, meg rosszul kezdeményeztem, de én itt elvesztem. Tehát itt egy pár résznél így úgy éreztem, hogy bezárulnak a kapuk is viszlátva. Ha csak nincs régész ismerősöd, persze. Pontosan ezt akartam még hozzátenni, hogy egy nagy trükkje van az egésznek, meg egy nagyon nehéz dolog benne. Tehát, amikor te bemész egy helyre, hogy te ott szeretnél kutatni, akkor neked tudnod kell azt, hogy mit kutatsz. De olyan szinten, hogy mondjuk a formanyomtatvány az általában úgy kír, hogy írd le, hogy melyik tárgyat szeretnéd kikérni. Mm-hmm. Tehát, hogy melyik sírnak, akár még a leltári számát is, de csak leírod azt, hogy melyik sírnak melyik dolgát. Az neked tudnod kell azt, hogy a gyömrőn feltárt dolgok ott vannak-e abban a múzeumban. Aha. És ez nem annyira könnyű, mert nem egyértelmű, hogy például dolgok hol vannak. Mert, hát igen, az elég nincs. De például mit tudod, a Karos és első temető az még a Nemzeti Múzeumban van, a második temető az már Herrnhuth Múzeumban van, de a későbbi hitelesítő ásításnak az anyaga az megint Nemzetnél van. Mert amikor először összették ott a cuccokat, akkor még nem volt Herrnhuth Múzeum, akkor még a Nemzetre vitték el, később már a Hermannba került, de aztán, amikor hitelesítéseket csináltak, azt meg a Nemzeti intézte. Egyébként... És így össze-vissza vannak az anyagok, de ugyanúgy egyébként azt hiszem Kenézlő is, meg mások is. De ezt honnan szerzed meg az infót egyébként? Van erre valami, lehet feltelefonálsz, nem? Igazából, múzeumokat, vagy mit csinál? Hogyha tudod azt, hogy mikor ki, meg hogy ásott, ami által a szakmai megszokottak ott lenni említve, akkor be tudod lőni. Meg nagyjából a dátumból is tudod, hogy mikor tárta fel. Hogyha mondjuk tényleg Jós András tárta fel ekkor meg ekkor, akkor sejtett, hogy az nem ott lesz. Mert akkor még nem volt az a múzeum. De amúgy, utána... hogy én utána kérdeznék, mit tudom én múzeumnál, hogy ezt szeretném kutatni, meg minden, és tudnak abba segíteni, hogy most az önöknél van-e még, vagy már máshol, akkor ezt egyébként kiadnak ilyen információt? Szerintem ki. Szóval ehhez kell az, hogy valószínűleg legyen mondjuk egy kontaktod oda. Uh-huh. Aki tud ebbe segíteni, hogy skacok, ez nálunk van, vagy sem. Nagyon szép példa erre a nem a jelisi sak esete. Ja.
amit végülis a hagyőrök segítettek megtalálni, hogy az urak, ez már nem. Az mi volt? Hogy ez nem... Hát, hogy a nyugati gyepű írt a déli múzeumnak, hogy nálatok van ez a nemajos, és akkor meg tudnánk. Melyik a nemajos, az a kis szemes? Szemes homloklemez. Igen. Ja, hát az persze, az ki is állították, igen, amikor mi ott voltunk. És nem emlékeztek rá aztán? Nem. Előtte nem emlékeztek rá, hogy nálunk van. és nem találtak, és írtak össze, hogy gyerekek, az nálatok kell lenni, mert hát nem lehet máshol. És valamilyen személyes kapcsolat révén neki a gyepűnek, a haverának, a rokona, aki ott dolgozott. Valaki bement a raktárba, gondolom, lehúzta a földbe. Ő széjjel nézett, és megtalálta, hogy a sarokba volt bedobva, ott így elásva, és így megtalálta, hogy ó, basszus, ez nem, csá. És akkor utána csinálták meg egy fél évre a kiállítást, mert rájöttek. Persze, mint normális is akszerű van. Ez egyébként egy nem kis dolog. Szóval igen, vannak ilyenek is. De nyitott a dolog. Például a Elromlott Múzeum az tökre nyitott. Mm-hmm. És igen, nem csak belföldön, de külföldön is, azt hiszem észre, hogy... Persze, hát külföldön abszolút, hát ugye pont a... Nagyon durva pontok. Pont ugye most a Miklósnak volt ez az esete, hogy ő japánciának akart utána kutatni. Aztán itthon nem sikerült, tehát nem jutott az erdáig. Viszont aztán írt az olaszoknak, és az olaszok egyből küldték neki a dokumentációt, hogy itt van és hogy csinált. De egyébként hihetetlen, most jó, nyilván mi ugye arra fele járkáltunk az olaszoknál például, így, ahol el is mentünk múzeumba is, és annyira meglepő volt az a közeg tényleg, hogy például amikor ott elmentünk a Cividale múzeumba, akkor ott azt mondták, hogy jó, hagyományőrzők vagytok, hát de miért nem írtatok egy e-mailt, hát akkor ingyen bemehettetek volna, hát akkor kérünk rá engedélyt. Hogy, hát mi nem gondoltuk, hogy van ilyen, de hát mi magyarok vagyunk. Az nem jelent semmi, de hagyományőrzők vagytok, na. És akkor teljesen lehigdaltunk, hogy micsoda, hogy nemzetközi szinten ezt így megengedik, hát na, ez egy új világ. Úgyhogy pedig az egyébként nem egy olcsó múzeum, és így is egyébként elengedtek a jegyből, de valóban egyébként külföldön ez tök jól működik, egyébként tök rendesen adogatják ki a dolgokat, meg így nem tartják magukba. Mert amúgy meg, hogyha megnézzük, azért nincs ennyi régész, mint amennyi kutatandó tárgy vagy terület szerintem, vagy Magyarországon sem, tehát azért így a civil kutatás nem rossz, tehát hogy... Abszolút egyébként, tehát nagyon szűkök ezek a körök. Ha már csak mondjuk megnézzük azt, hogy hány ilyen köztes személyiségünk van, akik mind a két tábort erősítik. Mondjuk nem egy teljes lista, de mondjuk itt van Jancsik Balázs, aki egyébként a Pázmány most hallgató, de Windurnak a tagja. Itt van nekünk a Harangi Flóriánunk, aki Ümi Pázmányos, de Szövis. Harangi Péter Elte, de ugyanúgy Hagyőrű is. Zagur, Zágordi Cigány Bertalanunk. Bálint Csaba, Konc Dani, Bek Attila, akik egyébként régészek, meg ástársunk dolgoznak régésztechnikusként, de lehetne sorolni Halamza Mág, Zajorsi, Tompa Balázs, Stromae Ádám nem. vagy Németh Ádám, aki a Kereskedelmi és Nagyvilágpeti Múzeum. És ugye, tehát ez a lista még folytatódik, tehát sok olyan emberünk van, akik mindkét tapra játszanak. De hát egyébként a Sudán Balázs egy ideig csinált. Ő mind a mai napig. Pedig ő aztán ugye elég magasan kvalifikált kutató szerint. És Kerény Zárpit adjuk ki. Ja igen, Kerény Zárpit, tényleg. Na, már itt szóval az ilyen embereken keresztül is nagyobb sikerrel lehet. És itt a kapcsolatépítésnél tartunk. Hol is voltunk múlt hétvégén, Jani? Tényleg, mi ásatáson is voltunk, úr. Vannak ilyen kapuk is nyitva, civilként, hagyőrként, és egyébként tehát ez is köztes emberek révén valósulhatott meg leginkább. Ugye a Pázmány Péter Katolikus Egyetem és a Jász Múzeum közös projektben szervezett Jászberény térségében hitelesítő ásatásokat. Egyébként múzeumbarát fémkeresősöknek a beszolgáltatott lelete alapján voltak olyan helyek, amik gyanúsak voltak, hogy ott jó dolgoknak kellene lenniük. És háromból egyszer összejött, három előre. Igen. Három helyszínt néztünk meg, kettő az semmi, és a harmadik az egy nagyon-nagyon ígéretes és szép tömető részletet sikerült feltárnunk. De ez milyen hely volt? Ez egy valamilyen mező volt? Vagy ez valakinek a földje volt? Ez valakinek a földje volt, igen, szántóföld. A Jánkó Halmai, ez valahogy úgy került elő, hogy kiforítottam egy cserépdarabot először a Eke,
Aztán a föltulaja hívta valami fénykeresős ismerését, aki megnézte a dolgokat. Na, jól emlékszem, talán mint, hogy ezt mondta volna az András, és talált ilyen bronztuccokat, ezt bevitte a múzeumba, és akkor egyből pattant a lámpa, hogy akkor itt lennie kell valaminek, és nézzük meg, és áldozunk rá időt. Meg ugye nem is olyan, tehát nem olyan lehet került elő, ami 12-1 tucat, hanem egy olyan tegez felfüggesztő, ami egyébként tök unikális. Tehát így a hazai leletanyagot tekintve. És hol lesz? Publikálva lesz ez publikálva? Hát valahol biztos majd. De egyébként Facebookra felraktam a tucakat, úgyhogy nyugodtan nézzük a Keleti Szövetség Facebookján. De egyébként, ha már itt tartunk, egyrészt az még az érdekel, hogy ilyen kerültetek bele az egészbe pontosan, meg a másik az, hogy amúgy az ilyen újonnan föltárt leleteket ti látjátok valahol? Mert nekem egy csomószor az a bajom, hogy látom újságban, hogy azt mennyi mindent találtak, és aztán utána pedig az életben nem látom sehol. Ezek a cuccok. Azok sociális, hogy már évekkel ezelőtt volt, és azt sem látok. Általában ezeknek szomorú. Ezek ugye bekerülnek egy raktárba, restaurálják őket, bekerülnek utána egy raktárba, és akkor egy idő után, ami lehet, hogy soha nem érkezik el, de az a kisebbik eset, lesz majd publikálva. És ennek kisebb része majd bekerül esetleg kiállításba. De ugye ez a... Ide lenne jó még kontaktot szerezni egyébként, hogy ide el tudjunk menni ilyeneken, azt tökre érdekelne. De hova? Ásadásra? Hát nem ásadásra, hanem amikor már tényleg ezt letisztogatják, megnézik, kap egy leltári számot, és hogy ez van. Pontosan ehhez kell a kutatási engedély. Mert de a kutatási engedéllyel ezeket a cuccok, persze, tehát mindent meg tudsz nézni, mi ott van benne. Ugye az is van, hogy amikor így a régész megtalálja a lelőhelyen a tárgyakat, akkor utána neki elvileg feladata az is, hogy akkor ezt így restauráltassa, és utána azt leltározzák, és akkor bekerüljen szépen a raktárba, vagy kiállításba, vagy ide-oda. De hogy én azért láttam a restaurátor műhelyben olyan ládákat, amire az volt ráírva, hogy 1960. És hogy így nem tudom, hogy ez csak azért most volt ott, mert így épp átpakolták oda, de a restaurátor műhely ez nem a raktárnál van. Szóval hogy én inkább arra gyanakszom, hogy ez így a restaurálásra vár a 60-as évek óta. Mindenki menjen restaurátornak, érdekelnek ezek a ládák. Valami történt, hogy nem tudom, az a régész közben így felmondott, vagy meghalt, vagy nyugdíjba vonult, persze, vagy akármi, és közben meg akik most épp így aktív korszakokat élik, azok meg elé tolják a saját utcaikat, és hogy nincs olyan sok restaurátor. Így kerültek elő ezek azok a dolgok is, mint például Szombathelyen találtak azt a 3 vagy 4 ezer éves mumifikálódott kecsketetemet, amit így egyszer csak így a raktárba alakult. Hát nézd már, mi a régi doboz. Hoppá. És aztán kiderült, hogy eléggé egyedi lelet így Magyarországon. És akkor még hány ilyen van egyébként? Meg hogyha mondjuk nem egy nagyon specifikus dolgot akarsz megnézni, tehát a Göcsői puszta 62-es hírából került ezüstszerelékes karthüvelyt, hanem tényleg csak akarsz látni egy germánykori kardot, egy egyszerű kardot, vagy egy lándzsafejet, vagy egy koppenyelet, vagy bármit, vagy egy egyszerűbb csatot, az biztos, hogy van egyébként a Quincunkban is. A Svenska Historiskának van fönn egy csomó tárgy, igen. És meg tudod keresni, hogy... Leheteli szám alapján ez is. Ez mennyire elképzelhetett, hogy mondjuk egy múzeum ilyet csinálja, ez nagyon para, hogy... Már úgy van, hogy Jó Sandrás múzeum megcsinálta. Megcsinálta? Hát a honfoglaló korpusz, az igen. Az a honfoglaló korpusz, az egy régez, mert szerintem egy 10 éves sztori. Ott megcsinálták azt, hogy minden 10. század környéki cuccokat feltöltötték, ami akkor volt, és leírásokkal, leltári számmal, képekkel, az egy nagyon jó szakirodalommal, tényleg mindent. És online kereshető. De ugye persze az csak egy apró töredék, az ő részük, ő hozzájárulásuk. És ez egyedülálló. Úgyhogy hát igen. Egy csomó fejlesztésre váró dolog van, csak igazából így nincs ember, meg hogy, tehát, hogy nagyon sok minden van, amiben így még utol kell, hogy érjük így az ilyen menőbb múzeumokat. Például az online katalógus egy ilyen kritikus pont.
Ezért jó, Fődusz Orientalis Corpus. De akkor nincsen ilyen félelem itt a múzeumokban, mert én arra gondoltam, hogy azért lehet, hogy az is benne van még, hogy félnek attól, hogy most kirakunk mindent online, akkor nem jön el senki. De szerintem ez azért ennyire nem igaz, mert függetlenül... Annyi van most, hogy például a Nemzeti Múzeumot, azt felülről megbaszták azért, mert nem kért pénzt a képeiért. Pont napokban kértek egy állásfoglalást a régi szövetségtől, hogy hogyan működnek ezek a tárgyak, tehát hogy mit tehát kinek van rá joga, hogy bármit csináljon velük, és ugye tehát ez elsősorban azért a múzeumé, vagy azért az intézménye, amelyik feltárta. És utána ugye neki van egy publikációs kötelessége, de amint ennek eleget tett, onnantól kezdve tehát neked nincsen rá jogod. Uh-huh. Tehát az nem úgy a tiéd is. Na az a múzeumé, és akkor tehát őtőle kérhetsz engedélyt, hogy mondjuk ezt a tárgyat lemásold, mert egyébként nem engedélyt, nem is másolhatnád le. Uh-huh. Persze ezt kevesen veszik komolyan. De... Hát meg mit jelent a másolás? Hát az egy-egyes dolgot nem is csinálsz elvileg meg. De hát akkor az egy-egyes, de amúgy is egy kicsit módosítok, akkor... De van valami, akkor már jogilag... Igen. Tehát valami 10%-ban kell eltérni, és akkor már más. Persze, mindig vannak kiskapuk, mindig csak az meg nem volt az eredeti. De pont volt erre valami összete a workshopon, csak akkor pont nem voltatok már ott. Hogy, de bárcsak ott tartanánk, hogy 99%-ig megegyező dolgokat csinálunk a múzeumban. Hogyha itt tartanánk, akkor én azt mondom, hogy jó, akkor beszéljünk ezekről, de nem tartunk még ott. Ugyan már kisítő vagy. Szóval mit mondtad, Anya? Hogyha megállapodik a... nem tudom, a kézműves a múzeummal, hogy melyik tárgyat másolja egy az egyben, és utána azt ugye feltűnheti rajta, hogy másolat, meg széria számmal ellátja, hogy akkor elvileg lehet egy az egyben tárgyakat másolni. Nekem van. Széria szám is van rajta? Van. Van, 10 év van rajta, belül. De hát így csináltatátok az övereteket is, nem? Meg a szabjákat is, tehát azok, nem az egy az egyes. Igen. Az azért. Na és hogyan, még azt nem mondtad el, hogy hogyan keveredetek ti pontosan bele ebbe az ásatási dologba, csak az, hogy közvetítéssel... Jancsival jó voltál, vagy igazából... Nem, Harangi Flóri volt engem. Téged Balú. Engem Balú. Ugye ők tűrtnek az emberei. Az emberei? Tűrk Attila. És ez olyan, mint egy ilyen maffiózóról. Tűrk Attila, főrégész, és akkor neki vannak a sameszai, és azok hívtak. Egyébként így van. Nem igazából... Balú jó voltál, ugye Balú a Jász Múzeumban dolgozott egy évet, hogyha jól emlékszem. És ott a helyi régészsel, a Gulyás András egy elég jó viszonyt ápol. És ugye emiatt is egy részben Balú Pázmányos is, meg részben Jász Múzeummal is jó kapcsolata van. Ezért így megpecegette a húrokat, hogy mi lenne, hogyha egy-két ilyen barátja így eljönne segíteni, úgyis kevés az ember, meg ilyesmi. Úgyhogy így keveredtünk oda. Egyébként mit engedtek ott nektek? Ásni a földet, vagy aztán tisztítgathattok? Nem tudom, hogy lehet ebből elmondani. Bármit, igazán. Meddig lehetettünk? Hát ugyanazt csináltuk, mint a régész. Tehát akkor ez így működik? Teljesen, tehát megvan a híradóban, hogy tisztítom azért a kis csontokat meg. Ja, mert akkor direkt oda álltál, hogy... Nem, igazából úgy volt. A türka jönni gyorsan egy kezébe kapott, eljállt, és akkor igazából úgy volt. Dolgoztam úgy, mint mindig, csak arra figyeltem, hogy tehát a pólómon, a keltszövetség logó az... Lehetőleg látszódjon a kamerával. Nem, egyébként két nap volt az ásatás, és az első nap a szombati napon, akkor már majdnem egy... Három nap volt az ásatás. Három nap volt, hétfőn nem voltunk. De mit csinált az egyik napon? Hétfőn nem voltunk már ott. Tehát így az első nap, amikor ott voltunk szombati napon, akkor így majdnem fele-fele arányban voltak múzeum, illetve hallgatók részéről emberek, és hagyományőrzők részéről emberek. Tehát jól emlékszem, hogy négyen voltunk hagyőrök. Hát jó, csak valóki, hol volt szállítani. Oké, de hogy például a pázmányos hallgatók is négyen vagy öten voltak. Hát azért, mert ők másik helyszínen. Jó, oké, csak ezt mondom, hogy... Na, de tényleg, tehát komoly munkerő voltunk. Tehát igazából az első napon kettő csapatot váltunk, voltak a pázmányos hallgatók, illetve a hagyőrcsapat elment egyik helyszínre ásni, pázmányos hallgatók maradtak a másik helyszínen. Ugye másik nap meg elkezdtünk ásni egy helyet, onnan korábban jöttek ilyen bronz tucok fémkeresősök által, és így markológéppel le lett tisztítva
a szántónak a teteje egy ilyen... Azt a bronz tudsz. Egy ilyen 50 centis mélység, és baromi szépen lehetett látni, hogy húzta ezekkel a mély szántásba a fekete földcsíkokat a homokban gyakorlatilag, és akkor így azzal, mert majd nem merőlegesen voltak ilyen nagyobb sötétebb foltok, és akkor az... Sírfoltok. Sírfoltok voltak. Ah, de jó. És gyakorlatilag azt elkezdtük kis lapáttal kieskálni, meg mindenki kapott egy sírt, tehát úgy volt, hogy így hagyőrök régészek, vagy régész hallgatók mellé lettek beosztva, és például Jani a Baluval dolgozott, én meg egy másik sráccal, és így mind a ketten kaptunk egy-egy sírt, amit így elkezdtünk feltárni. Az enyém volt a legmenőbb sír. Tiéd az a csicska sír volt. Na, de hát akkor azt effektív, akkor azt nem úgy kell elképzelni, hogy lássad a tetejét a lapáttal, és akkor onnantól kezdve álljál félre, srác, mert itt én vagyok a régész, hanem akkor tényleg ezért megengedik, hogy akkor... Nem, de persze, hogy tehát volt egy kis utasítás. Felügyeltek minket, mert egyrészt... Nem egy szakember, tehát ez itt teljesen rendben. Tehát elmagyaráztok minden munkamozzonatot, hogy most mit tudom, a spakliba, ilyen szögbe, így tisztítsd, akkor te most kezd el itt, hogyha találsz bármilyen kocnak, egyből megállsz, egyből szólsz, előveszel egy finomabb műszert, és akkor azzal tisztogatod tovább. Tehát minden szépen szakszonál volt mondva, és akkor ez szerint az irányutás szerint dolgoztunk, de gyakorlatilag önállóan. Felügyelet mellett. Köszönjük a Pázmány Péter Kodrag is egyetnek az esti sört a kocsmában egyébként. És a Jász Múzeumnak a lehetőséget. Egy olyan sört kaptunk. Szerintem ez nekik is tök jó egyébként, hogyha olyan emberek mennek oda segíteni, aki alapvetően ezt valami érdekli őket, és szeretnék ezt csinálni. Mi egyébként segítettünk, mi már tűrt neki egy bandájának. Amikor például volt a legutóbbi kutatók éjszakája. Kutatók éjszakája? Valami ilyesmi volt. Konferencia. Igen. Ott például... Nem a régi szervapja? Ott is voltunk, de ott az MTL-nek segítettünk. Kutatókészakáján. Két-három hónapja volt. Szeptember végén. Ott ugye mi... Hagyőr cuccokat vittünk. Csináltunk a kis kiállítást. Az a Pázmányon volt. Az MTL meg a régészet napján voltunk kint jelen. És egyébként, hogyha már elkezdtük ezeket sorolni, akkor még az Akmikumi Múzeum mellett érdemes megemlíteni olyan más múzeumokat is, akik régebb óta dolgoznak együtt hagyőrökkel, és pozitív példák, mert tényleg jó és komoly rendezvényeket hoznak össze folyamatosan. Mondjuk ilyen az Eszter napok, Esztergomi történetnapok, de egyébként ugyanez a nagyváradi várjátékok, ott is a vár. Az egy nagyon meglepő momentum egyébként, hogy ez is ilyen múzeumi... Ott ugye persze. Tehát ott is ugye a város adja a nagy lóvét rá, de aki vitelező, az a nagyváradi vár. Uh-huh. Viszont az a zseniális, hogy a Jancsi elmondta, ugye ez az Arany Jancséknak a rendezvénye, és a Jancsi az elmondta, hogy olyan durván beleálltak maga a város is, meg így a helyi történész-régész múzeológus brigád ebbe az egészbe, hogy akkor most ide tényleg ehhez a várhoz csináljunk valami nagyon durván jó rendezvény, meg nagyon durván jó kialakítás. Egyébként ott most idén is még ment a felújítás, meg csinálják. Tehát, hogy folyamatosan, igen. Folyamatosan, ez hihetetlen. Jancsi is nagyon jó irányba viszik a dolgokat, tehát nagyon. Is annyira innovatív dolgokat. És tökre hihetetlen, hogy ugye Jancsiék oda mentek, mint helyi hagyományőrzők, igazából ők se rendelkeznek semmilyen kvázi idézőben, tehát nem szakmaveliek. És oda mentek, és mondták, hogy szeretnék csinálni, és egyeztettek, és nyitott kapukra találtak, és hogyha láttad, ti is láttátok, ott nekik van berendezve kis műhelyük, kis szövőműhelyük, minden ilyen egyéb. Ez valahogy így indult nálunk, hogy kerestek egy ilyen idézőjelme klubhelyiséget a kis csapatoknak, igen, csapatnak, és akkor onnan nőtte ki magát ez az egész dolog. De az a jó, hogy egyébként el tudják használni a várat, és nem csak akkor tudják használni a várat egyébként, amikor ilyen rendezvény van, hanem egyébként ők szerveznek oda mindenféle ilyen a fantasy kártyajátékon át mindenféle egyéb rendezvényt is oda a klubhelyiségbe. És aztán tök jó, amikor tényleg nem az van, hogy egy várnak van két darab rendezvénye, aztán csókolom, bejön, aki akar, aki nem, az meg nem, hanem hogy tényleg így pörgetik és tesznek oda rendezvényeket, mert amúgy ezek tök jó helyszínek, és hogyha van egy olyan csapat, aki így hajlandó ezt így menedzselni, akkor szerintem ezek tök jó mehetnek. Egyébként azok a két Hungarodze szobor is tök jó pofa. Azon, igen, azt mondjuk, a Tang Gyuri csinálta még annó Jancsinek a lakásába. De azok jó pofák, tehát ezek ilyen tök innovatív dolgok, és meg a vár is tök jó fejlődik egyébként. De egyébként a történelmi vásárokat is megemlíthetjük ebben a sorban, valahol az is ide kapcsolódik. Ugye az első
és a kereskedelmi és vendéglátóipari múzeumban volt, most a visegrádi múzeummal közösen lett a nyári megcsinálva. Az nem volt történelmi vásárok, azt mondta az Ádi. De Ádi, csak hülyeségeket beszél. Ne, olyan jó, hogy nincs itt Ádi, és nem lett a hülyesége felhozva, ne hozzuk fel a hülyeségét. És a mostani az ugye a Nemzeti Múzeumban lesz. De hol? Nem tudom. Azok van egy pár terület. Ugye, pont ez a kérdésem volt, hogy hol lesz a vívó verseny? Ahol van a kis terasz rész, meg van ilyen előadóterem, szerintem. De nem nagyon sok ember szokott erre? De nagyon sok ember. És elég egy ilyen... Nem, szerintem több terem lesz. Én ott ezen ezt szeretnék hívni, ott ahol az ilyen honfoglaló cuccok vannak, ahol azon a hosszú folyosó. És a következő az meg valószínűleg a hat történeti lesz, de majd még meglátjuk. Meg is ott szeretnék ebben az adásunkban. Ennyi fért most bele. Ajánljátok zenét gyorsan, így a végére. Ezt a zenét, amit most kaptok majd a végén, ezt tudjátok, hogy Hézsel Benedek hozta nektek. Búcsúzunk kedves hallgatóinktól, ez volt a Régi Vitézeknek 35. adása. A stúdióban voltak meghívott vendégeink, Abonyi Zsanett. Sziasztok! És Hézsel Benedek. Hello! Valamint Tavasz Ferenc. Sziasztok! És Mestelér János. Szervusztok! Sticking a shinty bowl to brick the brack the crack and all, let's call it an Irish pub. Caffrey's hard, Kilkenny a top, the Guinness pun and the cabbage crap. The I don't wanna be paddy trap, we'll call it an Irish pub. While I'll be fucked, I swear upon the holy book, the only crack you'll get is a slap in the ear. While I'll be fucked, I'll often burst your filthy mug if you draw one more shamrock in me beer. If you drop one more shot, I'll get me beat.